Mi történik akkor, ha valaki diploma után egy önálló irodájának a felállításra adja a fejét, és mire számít az életben? Két éve kellett arra várni, hogy az első önálló megrendelésünk érkezne. A nagy munkáink mellett, nagyon gyakran ilyen szikrás terepeken valósul meg, ez volt a közös szám, hogy egy olyan megrendelő találtunk, aki az ország legsziklásabb és legnehezebb felkészülésáról tanult meg. Úgyhogy fölhívott egy napon, amikor azt mondta, hogy szeretné az épházát megterveztetni. Nem. És akkor ez a telek, ez volt az első találkozásom a helyszínen, itt látszik ez a szikra, ami körülbelül 10 méter, 15 méter magas, az út fölött 10 méter van, és nagyon nehezen megközelíthető, tehát az egész tervezés végül is ez vezette, hogy különböző szokatlan Magyarországon szokatlan megoldásokat kellett abban alkalmazni, hogy itt építkezni lehessen, fő alapanyagnak a fát választottuk, ez kézenfekvő volt azért, mert egyrészt könnyű, másrészt nagyon tartós, és hát ugyan jól is néz ki, tehát szeretjük. Hozzá kell tenni, hogy nagyon tiszta képe volt a megrendelőnek arról, hogy mit szeretne. Itt nagyjából az alapanyagra megpróbálva elmondani, hogy két rész talál az épület. A jobb oldala a szülői tárnak a laprésze, a bal oldalt pedig két egyetem is találjuknak a vendégházat, hétvégent járnak. Ez a kettő között egy kis felett terasz, hátul abban a szikra falat jelenti, ott így közvetlenül épület mögött vagyunk. Magasan emelkedik egyből a szikra. Itt egy metszetet látunk, mielőtt még bármi konkrétan tudtam még a házról. Ez mutatja, hogy mennyire tökéletes a belapozása, pont dél felé néz, ezért nyáron egyáltalán nem süt a nap, télen pedig nagyon esik. Ennek az a lényeg, hogy a süt a nap a közében nem kell szüteni a házban. Ennek az a előfeltétel, hogy rengeteg hőszigetelést alkalmaztunk, és minden oldalon annyi ásszárok úgy lettek elhelyezve, hogy erre tekintettel legyünk. Nagyon fontos volt, hogy a telken belül is úgy sikerült a házat elhelyezni, hogy ez működhessen. Itt látunk egy építési fotót, az egész képlet ez egy vörös fenyővázból készült, a szikla felül nézzük éppen, és nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a megrendelő házaspárt készítette saját kezűleg az épületet, mérnöki precizitással, mérnöki csomópontokkal, ezen a lelki fürdőszobában akár mellett kiakadnak volna a kilátást. Itt próbáltuk előre belőni, hogy hol vannak a sziklának a szebb részei. A szikla északi oldalon van, úgyhogy figyeljük el, hogy kicsi ablakok vannak, és kicsi ablak jó fejlés. Itt látszik, hogy alaposan hőszigeteltünk. Lengyelországból érkezett egy kamionnyi hőszigetelés, amit sikerült leépíteni. A falban 30 centi van, mennyezőkben 50, attól van 20. Kiváló minőségű dolog, ilyet Magyarországon nem is lehet kapni, és akik feltétel annak, hogy ilyen legyen a ház. Itt nem egészen úgy látható kellene, de a szemközidomról valami ilyesmit látunk. Itt jól látszik egyébként, hogy szikra lényegesen magasabb a háznál, és az volt egyik fő szempontunk, hogy a szikra uralja a telket, ne takarjuk ki a házzal, hiába kérdezték a szomszédok, hogy a cserepet mikor hozzák majd, nem kerül rá. Ezen a fotón viszonylag jól látszik a háznak a szerkezettsége, az a két külön rész és a kettő közötti terasz. Homlokzat, burkolat, az is ugyanebben a vörös fenyőből készült. Sok az informatív, hogy mondok néhány számot. 15 kilométer homlokzat burkolat került rá, és ezt is a Hideg család házigalmasan festette egy évig. Hát ez egy meditációs fokusszal. Szóval ez imádteljesítmény, amit a fal, ez rendkívüli türelmet és precizitást igénye. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy az a terep régen egy kőfejtő volt, tehát nem ilyen új gazdag bunkók jöttek, akik kiválták a hegyet a másikkal. Bár ezt megkapott néhány formon utólag, de úgy tűnik az emberek hamarabb írnak, hogy olvasnának. Tehát igazából ez az a helyzet, ami eddig nyilvánul kellett. Első filmes építészként. Ez az a kilátás, amit a kápol éjszaka lehet látni. Egy reflektorral megvilágították a sziklapalat, és így éjszaka akár a fülőre lehet nézni, hogy ott a hegyről a rókák meg az őzek lejönnek, úgyhogy nagyon hangulatos a dolog. Ez egy téli fotó, már nem látszik minden, amilyen kellene, de a lényegében az látszik, hogy hó van, mondjuk akár skandináv stílusúnak is lehetne nevezni, mondták már minimalistának, puristának, sőt, olyat is hallottam, hogy a nemzeti dohány volt a stílusában értünk. Igazából én nem vagyok semmilyen stílusnak az ideje, de lehet sorolni.
ez a belső tér, itt igyekeztünk minden kevesebb szintes anyagot használni. Az ablakok két színben keresztetik a kilátást, és a külső színekre színezik a belteret. Itt jobb oldalon látszik a szekmény sor, ami ilyen japán hajtósebésznek a precizitásával készült. Tehát itt is már látszik az illesztéseknél, hogy ugyancsak minden egyedik útról, házilagos kivitelezésben. Annyit ebben a képről elmondanék, hogy ugye nincsenek függönyök, mivel olyan magasan vagyunk az út fölött, hogy nem igazán lehet belátni. Az ablak ajánlatos mesztelenkedni egyébként nem lehet belátni a házba. A vendégrész fürdőszobája, és látszik, hogy a, nem csak kútorok, hanem a falak is ebből az egyik kútornakok, mi szinte milliméter pontossággal. Ez végül is az esetben, amikor egy precíz megrendelés, és viszonylag precíz építés találkozik, és ebben csinálni körülünk. Előbb ablak, ugye készállapotában itt lehet kipihenni az egyik festegetést. Tehát zárásképpen annyit mondanék el, hogy aki építési irodát itt, azt számítson arra, hogy két évig rendel senki semmit, és utána is legalább négy évig valami elkészül. Nagyon örömünkre szolgál viszont, hogy a Pirány építész napokon nemzetközi elismerésben is részesültünk, és bejárt a világot azóta minden család munkája, úgyhogy köszönjük nekik is, és a kis, akik hozzájárultak ahhoz, ugyan sok helyre jutott. Köszönöm a figyelmet! Szerintem a meetup közönségének egy emberként a meetup közönségének a kérdését fogalmaznám meg, hogy mi a különbség a passzív ház és a hideg ház között? Nagyon jó a kérdés. A passzív házakban nagyon sok gépészeti berendezés van, és úgy érik el azt, hogy alacsony energiaszintet, tehát alacsony energiabefektetéssel lehessen fenntartani a belső komfortot. A hideg háznak mindez úgy megy, hogy ebben minimális gépészet van, tehát nagyon sok hőszigetelés, egy fal tüzelésű kandalló, és infrafil elektromos fűtés, ami csak akkor alkalmazható, hogyha nagyon jól le van hőszigetelve egy ház, és így az egész épület két vasalónak a teljesítményével, tehát körülbelül 2000 watt teljesítményre felfűthető. És ezt lehet szabályozni? Ez abszolút szabályozható, tehát hogyha úgy kell a házat használni, hogyha lehet a idő, hogy reggel meg kell nézni, hogy fog-e sokni a nap. Ha sokan a télen, akkor nem kell fűteni. Ha nem sokan a nap, akkor vagy naponta kétszer be kell ülteni a kandallóba, vagy pedig be kell kapcsolni ezt a infrafűtést, ami a falba van elhelyezve, egy láthatatlan dolog, és a fal külső falak nagy területen elosztva fűti a tereket és részeléken. És ez nem macera? Milyen szempontból? Tehát maga kell hogy... Tehát így meg kell nézni, hogy valóban sütni fog-e a nap, ha nem. Ha akarsz fűteni, csak ha automatizálod, akkor nem kell csinálni semmit, akkor van egy termosztát és az megoldja. Ha viszont befűtesz, akkor ugye a termosztát érzékeli, hogy meleg van, de akkor meg azért. Tehát, hogy azért van épületgépészet és van automatika. Van, mondjuk egy passzív házban körülbelül, mondjuk egy olyan házban, amiben van egy talajszonda, meg egy gázkazán, meg egy szervezetőrendszer, az 5 millió forint, ebben pedig mondjuk van olyan 7-800 ezer forint értékű. Köszönöm a remek választ. A visszafűtésről van szó természetesen. Nincsen gépszervezés, tehát az energiamérnök az el van számolva, hogy ennyi hőt el lehet veszteni, mennyi a szervezetéssel távozik. Úgy bruttó regisztrált van a millió forint vonalban, mennyi van, volt ebben a házban a szigetelés? Tehát az, mennyi az ára a szigetelés? Nagyjából. Hát ez egy jó kérdés, nem én vagyok a kivitelezője, de 1 millió és 2 millió forint, 1 és másfél millió forint közötti összegetik. Nem sok. Nem sok. Az erózivel hogyan védekeztetek, ha mondjuk elengedett a kisfeltől? Ezt kézi erővel letisztították, ezt a sziklát. Itt a legtöbb munka az kézi erővel történik, minimális gépénk, akkor pont ennek érdekében az ilyen nagyobb köveket, amik nem egészen biztosan álltak a szikla falazban, el kell távolítani. De egyébként arra a tanács is lehetséget. Egyébként a falzatúval most szerkezett, tehát nagy valószínűséggel talán vissza legyen. Nézett mindjárba, mennyiben került a ház?
az építőanyag, ami benne van, és hogy hozzászámoljuk mondjuk azt a óradíjat, amit el lehetne értek érni, akkor talán 50 millió forintot mondanék, 110 négyzetméter. Tehát az átlagos házán drágább, de ez az nagy égő munka, ilyen miatt van meg a drága építőanyag. Milyen adagok vannak, hogyan szigetelnek azok? Áramlétegű üvegek vannak, és prémium, passzív házban valóban amúgy egy ausztriai gyártó, tudom, mert nem most mit csinálni. Nem, köszönöm szépen.